Bodó Sándor államtitkár úr a mai napon sajtótájékoztatón jelentette be a bölcsdei fejlesztés siker örömhírét. Hozzánk viszont személyesen jött el, így az elsőbbnél is elsőbb kézből tudjuk Önöket tájékoztatni. Stúdiónk vendége ez alkalommal ismét Bodó Sándor, Innovációs Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáját felelős államtitkára. Köszöntöm ismét nálunk. Köszönöm a meghívást. Múlt héten, illetve a közelmúltban volt már a járványügyi helyzetben egy videokonferenciás beszélgetésünk, ám az elmúlt időszakban a gazdaság újra indult. Ezen apropóból érdeklődünk, hogy milyen változások történtek akár a foglalkoztatás, illetve a munkaerőpiacon. Valóban, néhány nappal ezelőtt egy ilyen videokonferencia keretében beszélgettünk, amikor tényleg azt lehetett mondani, hogy járvány kellős közepén voltunk. Azóta azért szerencsére az egészségügyi helyzet sokat javult, azért az óvatosságnak még mindig helye van. A kormányzati intézkedések legjelentősebb része arra vonatkozott, az egészségügyi intézkedéseken túl, hogy gazdaságilag hogyan és miképpen tudunk talpon maradni, hogyan tudunk a munkahelyek megőrzésében, új munkahelyek létrejöttében segíteni. Kicsit összetette persze a háttér, mert adókedvezmények, járulékkedvezmények, hiteltörlesztés később időszakra való átütemezése, ez mind-mind része a történetnek, de alapvetően mégiscsak azt gondolom, hogy a fő dolog az az, hogy a munkahelyekkel való kapcsolatunk legyen rendben. Ez a kapcsolat ugye az elsősorban annak szólt, hogy legyen egy olyan ajánlat, legyen egy olyan csomag, amikor a cég meg tudja tartani az adott munkaerőt, de mondjuk esetleg nincs olyan állapotban, hogy 8 órában, hanem csökkentett munkaidőben tudjon dolgozni. Itt a kormányzat azt vállalta, hogy a kieső időszaknak a 70%-át munkabértámogatásként eljuttatja a dolgozóhoz. Ez a program ez nagyon sikeres. Hajdúszoboszlóról is, a térségből is kisebb-nagyobb pályázók, talán az egyik legnagyobb pályázó is a városból igénybe vette ezt a lehetőséget, és ebben a helyzetben azt kell, hogy mondjam, hogy most országosan olyan 120 ezer fő körül van azoknak a szám, akiknek segíteni tudtunk. Nyilván arányosan tekintve azt kell, hogy mondjam, hogy Hajdú-Bihar nagy megye, nagy gazdasággal bír, ott van valahol az élmezőnyben, tehát nyilván nem versenyez, vagy kellemetlen versenyhelyzet mindenképpen ebben méricskélne megyéket, de Hajdú-Biharból igénybe vették a munkaadók, munkavállalók ezt a pályázatot, és ahogy említettem, a városból is. Ez azokra vonatkozott, jól látható módon, akik valamennyi időben, kevesebb 8 órában, de valamennyi időben tudnak dolgozni, a cég meg tud indulni. Volt egy másik csomag, egy nagyon-nagyon jelentős rész, ahol a cégek azt vélték, hogy azonnal bezárnak, nem tudnak tovább dolgozni, a munkaerő jelentős részét elküldték, és várták, hogy mi fog történni. Ez sem áll távol tőlünk, sajnos, hogy itt a településen is történt olyan, hogy a turizmus vendéglátás szinte egyik óráról a másikra leállt, és hát nem minden cégnek volt annyi tartaléka, hogy meg tudja tartani a munkavállalót, akár csökkentett munkaidőben. Ezért aztán most a legújabb termékünk az, amit most is nyugodtan ajánlok az érdeklődők figyelmébe, hogy aki március 12, tehát a egészségügyi veszélyhelyzet első napjától május 15-ig küldte el a dolgozóit, azzal az állományi létszámmal most újra tud pályázni. Tehát ha volt, egyszerűbb leszek, ha volt ezen időszak alatt 20 dolgozója, de mondjuk ebben a helyzetben 15-öt el kellett küldenie, 5 fő állandó dolgozó megmaradt, és most azt látja, hogy emellé az 5 mellé tud fölvenni még 5-10-et, vagy annyit, amennyit éppen fontosnak vél az újrainduláshoz. Nos, erre támogatást kap. A támogatás lényege, hogy a havonta dolgozónként szuperbruttóba 200 ezer forintot kap a cég. Ez azt jelenti, hogy a dolgozónak nettó közel 112 ezer forintot tud biztosítani. Természetesen, ha olyan helyzetben van, emellé még a cég tehet hozzá, de erre az állami támogatásra számíthat. Ez 6 hónapon keresztül működik, tehát 6 hónapon keresztül ezt a támogatást igénybe lehet venni. Azért fél éven keresztül munkabért, járulékot, megkapni, az azért nagyon nagy segítség az induláshoz, szükség is lehet rá. És azt követően az a kérés,
hogy 3 hónapig pedig még ő foglalkoztassa tovább. Tehát úgy évvége környékére már csak tisztázódni fog itt a dolog, látszik, hogy meg fog indulni azért a gazdaság, addig ez a segítség, én azt gondolom, hogy segít átütemezni a bajt. Pontosan nem a bajt, tehát a lehetőséget a bajt megoldja. Itt országosan 84 milliárd forint áll rendelkezésre, 70 ezer munkavállaló, tehát nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy olyan mennyiségű igény legyen, amit ne tudnánk kielégíteni. A cégkapun keresztül lehet beadni a vállalkozásoknak ezt is, a korábbi programhoz hasonlóan, és itt is 8 napos bérállatot vállaltunk. Tehát még egyszer, ha szabad röviden összefoglalni, tehát van egy bértámogatás azoknak, akik tudnak valamennyi időtartamban dolgozni, a hiányzó részt az állam finanszírozza egy jelentős részben, és van egy másik rész, aki azt mondja, hogy most újra tudok indulni, ehhez nekem föl kell vennem azokat a dolgozókat, vagy más dolgozót, akit elküldtem az elmúlt időszakban, ehhez pedig ez a 6+3-as támogatás van. Most ez a két legnagyobb munkaerőpiaci segítség. Szeretnénk még mást is természetesen, gondolkodunk azokon, hogy akik egyéni vállalkozók voltak, és úgy ért őket ez a helyzet, ott mit tudunk tenni. Azon is gondolkodunk, hogy kis-közepes vállalkozásoknál, akár speciális ágazatban mit lehet tenni. Gondolkodunk azokon, hogy vajon akik idézőjel vagy idézőjel nélkül is jó fejek voltak, és azt mondták, hogy mi kitartunk, nem küldünk el senkit, egybe tartjuk a csapatot, nem tudom, mit csinálunk fizetés nélkül, hogy vajon számukra tudunk-e valami opciót, de hát itt mindig lépésről lépésre tudunk haladni. Nyilván ez nagyon komoly költségvetési mozaik, hogy ez így összeálljon, és egész is jó legyen, meg a szereplők is jól járjanak. Mire számíthatnak azok, akik mégis munkanélkül maradnak, hiszen újraindulhatnak a szállodák, de nem teljes kapacitással, és ahogy említette, nem biztos, hogy minden dolgozót vissza tud venni. A munkakereső, az álláskereső mire számíthat, illetve milyen segítséget kaphat mindaddig, amíg nem talál munkát? Igen, hát itt összetettebb egy kicsit a kép, ugyanis ugye, aki munkanélkül marad, azok jelentős részt azért a foglalkoztatási osztályokon regisztráltatja magát. Hajdú-Béard megyében közel 20 ezer fő volt március 12-e előtt a regisztráltaknak a száma, és május első napjára, április végére ez olyan 25 ezer főre nőtt, tehát 5 ezer fős növekedés van. Ez tulajdonképpen a megye méretéből adódóan az országos átlagnak megfelelő, azt tudjuk mondani. Ebben a helyzetben ugye különböző szervezetek, különböző méréseket használnak. Van a statisztikai hivatal, aki tulajdonképpen ilyen telefonos közvéleménykutatás alapján számol, van a NAV, aki tulajdonképpen azonnal számolja, mihelyt megszünteti a vállalkozás, megszünteti a másodállást, de az lehet, hogy valakinek volt egy főállás és mellette egy vállalkozása, és mondjuk egyik vagy másik megszűnt, az megint árnyalja a képet. Tehát lényeg, hogy nagyjából a foglalkoztatási osztályok számadatai alapján tudunk úgy dolgozni, hogy látjuk, hogy ki az, aki ebben a helyzetben most munkanélkül maradt. A munkanélküliek, amennyiben regisztrálnak, tehát akik ebben a helyzetbe kerültek, ugye itt álláskeresési támogatás vehető igénybe. Ez az elmúlt időszak munkaviszonyából adódóan kalkulálható, de nagyságrendileg ugye 90 nap, 3 hónap. Ezt követően pedig a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, ami egy jócskán alacsonyabb összeg. Teljesen egyértelmű, hogy ebből hosszabb távon fönntartani önmagukat nem lehet, ezért ennek a rétegnek, ennek a csoportnak mindenképpen kell, hogy a kormányzat egy ajánlatot tegyen. És ez az ajánlat, amiről itt szó volt, az erről is szólt, egyrészt a külügyminisztériumnak is, külügyi és gazdasági minisztériumnak is van egy ilyen vállalkozásfejlesztési ajánlata, tehát ahol dolgozókat vehetnek föl, illetve hát ez a program is, amiről beszéltem, arról szól, hogy csak ebben a programban több mint 70 ezer embernek van lehetősége, hogy a cégeken keresztül elhelyezkedjen. De emellett az állami vállalatok is megnyíltak, most van egy elég komoly felmérés, hogy ők hány ezer főt tudnak foglalkoztatni, MÁV, vasút, víz, közmű, tehát mindenféle olyan társaság, aki állami feladatokat lát el, 64 jelentősebb van, és még jó néhány kisebb is. És hát emellett ugye a honvédség megjelent, mint a borzó. Tehát vannak ilyen irányok. És hát emellett a közfoglalkoztatásban is van lehetőség a bővítésre.
Az elsődleges szempont azért mindenképpen az, hogy a versenyszféra. Tehát pontosan elég baj volt az, meg elég nagy teher volt az, amikor olyan volt a gazdasági helyzet, hogy több mint 200 000 közfoglalkoztatott volt x évvel ezelőtt. Eljutottuk most arra a szintre, hogy 3,3 volt a munkanélküliségi ráta, tehát tudott haladni a gazdaság. Az hosszabb távon semmiképpen nem megoldás, hogy a közfoglalkoztatottak száma újra magas legyen, de átmenetileg, míg a versenyszféra újra úton érje magát, addig esetleg azt a szektort is használnunk kell. Mi most első számú feladatként mégiscsak azt látjuk, és ezt tényleg még egyszer hangsúlyozom, hogy a gazdasági életben, a versenyszférában kapjanak támogatást azok a vállalkozások, azok a személyek, akik ott tudnak tevékenykedni. Ez az elsődleges. A munkanélküli, illetve aki bekerül ebbe a körbe, számíthat kiközvetítése, vagy érdemes neki résen lenni, és figyelni, hogy hol tudná elhelyezkedni? Hát természetesen minden megoldás szóba jöhet. A foglalkoztatási osztályok munkáját egy új honlap indításával segítettük, ez a munka.hu, nem túl bonyolult a neve, munkaadók, munkavállalók, eljárási rend, minden rajta van, pályázati kiírások. Nem azért mondom, mert a kollégáim csináltak, de szerintem ez tényleg jó. Én nem vagyok nagyon járatos ebben az informatikai világban, de ezen még én is eligazodok, magamhoz mérem, tehát ez valószínűleg azért sok információt és hasznos információt tartalmaz. Tehát ha ez a segítség főirányként megvan, nyilván az egy hasznos dolog, de teljességgel működik az a rendszer is, hogy a foglalkoztatási osztályok munkatársai segítenek. Egyébként az is egy nagyon nem is tudom, pozitív érzés, amikor azt mondja, az ember találkozik a munkavállalóval, és azt mondja, hát én egybe tartom a csapatot, megbeszéltük, ez a megoldás. Az teljesen egyértelmű, hogy egy forma képletet nem lehet alkalmazni. Ahány cég, ahány személy, ahány vállalkozás. A fő irányokban tudunk segíteni, de nyilván ennyire szabottan, hogy ki hogy tud megállapodni, milyen piaci rés, milyen lehetőségeket lát, azt nem nagyon tudjuk. Ugye volt néhány nap, néhány hét, amikor például a kereskedelmi ágazat úgy fellendült, kis kereskedelemre gondolok elsősorban, az a felvásárlási időszak, élesztő korszak, vagy hogy is hívtak ezt abba az időbe, úgy fellendült, hogy több volt, mint a karácsonyi forgalom. Aztán nyilván, mikor az emberek bespájzoltak és látták, hogy mégiscsak van, és lesz is folyamatosan biztosítva minden, akkor ez egy kicsit csökkenőbe ment át. Aztán volt az időszak, hogy ebben az egészségügyi veszélyhelyzetben ugye mit lehet otthon csinálni. Néhány napig az ember tördelte a kezét és aggódott, hogy vajon mi lesz. Aztán mondjuk hozzákezdett a lakásfelújítás kisebb vagy nagyobb lakásfelújításhoz, kisebb vagy nagyobb kertészeti munkákhoz. És hiába azt mondjuk, hogy hát nincs erre az embereknek pénze, de a kereskedelmi mutatók kategórikusan azt mutatják, hogy olyan mértékű vásárlás történik például kerti eszközökből vagy lakásfelújításhoz szükséges termék, ami jócskán meghaladja az átlagot. Tehát az élet mindig írja a maga forgatókönyvét, az sose baj, persze az embernek helyén van a józan esze, a kettő együtt az célra vezető. Készülnek-e távlati forgatókönyvek arra, hogyha egy második hullám bekövetkezik, és esetleg újra bezárásokra lesz szükség? Forgatókönyv elemek, szabad így fogalmaznom. Természetesen azt senki sem tudja most, hogy vajon lesz-e második hullám, esetleg a influenza módszertana szerint minden évben felbukkan majd valami. Ezt most a legfelkészültebb szakemberek sem tudják. A mi részünkről a foglalkoztatás területén például azt tudnám mondani, hogy az otthonról történő munkavégzés, távmunka, ami eddig majdhogy nem ilyen bűvös, nem is tudom mi volt, hogy hát persze valahol külföldön használják ezt, de nálunk ez lehetetlen. Nos, hát azt tudom mondani, hogy néhány óra alatt egyébként az ország megtanulta ezt a szót, és néhány nap alatt pedig működőképes is lett. Természetesen nem minden munkakörben, mert hát a szobafestő nyilván nem tud otthonról dolgozni, meg még sok ilyen munkakör van, de adminisztrációs területeken dolgozóknál ez teljességgel működik, és a visszajelzések alapján azt látom, hogy egy olyan 70%-a a munkaadóknak azt mondja, hogy ezt a jövőben is végig fogja gondolni. Természetesen itt a jó fejség mellett azért látni kell azt is, hogy akkor a munkahelyén mondjuk esetleg nem kell munkába járás fizetnie, nem kell rezsiköltségeket, de ha működik, akkor miért ne? És egyébként a munkavállalók egy része is azt mondja, hogy hát nyilván nem folyamatosan szeretne otthonról munkát végezni, de az a nyugat-európai gyakorlat, hogy mondjuk például egy 4+1-es felállás, vagy 4 nap a munkahelyén is egy napot esetleg otthon tud tölteni,
ez egyre több ember számára érdekes lehet. Tehát vannak ilyen elemek, az, hogy ilyen főcsapásszerűen hogyan és miképpen készüljünk, hát nyilván azt most nem tudjuk megmondani. Az egészen biztos, hogy az egészségügyi szokásainkat, higiéniás szokásainkat, azokat lehet, hogy sok esetben fölül kell majd vizsgálni. Azok a hatalmas rendezvények, amikor ott mindenki egymás nyakába borulva újjong és ünnepel, az lehet, hogy most úgy az emlékezetünkből egy picit el fog távolodni. Az is lehet, hogy a tömegközlekedés használata során az a higiéniás elvárás, ami most megvan, az későbbekben is fönn kell, hogy maradjon. De itt megint csak azt tudom mondani, hogy majd az élet írja a forgatókönyvet, és abba kell partnernek lennünk. Köszönjük szépen. Térjünk át a másik témánkra, ami miatt ugye éppen Hajdú Szoboszlón tartózkodott ma államtitkár úr, hiszen egy új városi bölcsöde épülhet Hajdú Szoboszlón. Igen, és ez is kapcsolódik tulajdonképpen a munkahely teremtéshez, hiszen ha belegondolunk, hogy vajon egy család számára mik a legfontosabbak, hogyan képzelik a jövőt, hogyan választanak esetleg egy települést, hogy hol éljék le az életüket, esetleg mikor nem föltétlen a szülőhelyükben gondolkodnak. Tehát ez mind-mind olyan kérdés, ami összefügg azzal, hogy milyen igénye van az embereknek. És ebben az igényben a gyermekeikről való gondoskodás az ott van az első helyen, ez teljesen érthető. Amikor néhány évvel ezelőtt a területi operatív program pályázataiban lehetőség volt arra, hogy minden település, nem mondom, hogy kívánságlistát állítson, hiszem azért az túlzás, de nem úgy kellett, hogy gondolok, hogy ez a kategória van, erre lehet pályázni, aztán punktum, hanem maga is gondolkodhatott az, hogy mit javasol fejlesztendő területnek, akkor nagyon sok településről érkezett olyan, hogy az óvodát, az iskolát, a bölcsödét, azokat kellene korszerűsíteni, bővíteni, átalakítani, korhoz igazítani. És hát a bölcsöde az egy különösen érzékeny pont, hiszen minél kisebb a gyerek, annál nagyobb a szülői aggódás, érthető módon, és azt szeretné a szülő, hogy teljesen a legjobb otthoni körülmények között legyen a gyermek azon időszak alatt, míg ebben az intézményben van. Nagyon sok szülő azt mondja, hogy én most vállaltam dolgokat, lakást vásároltam, lakást építettem, az állam is segített, de nyilván nekem is helyet kell állnom, és ebben a szituációban szükség van mondjuk az anyuka munkabérére is. Vagy szakmailag mondja azt, hogy én most nem szívesen maradnék ott a 3-6 évet, mert lehet, hogy a munkahelyemen esetleg olyan hátrányba kerülök, mert nem vagyok ott a napi gyakorlatban, nem a legfrissebb ismereteket tudom megszerezni, hogy ezt nem vállalom, de mondjuk egy részmunkaidőben vagy valamilyen más formációban tudok dolgozni, de ehhez nekem szükségem van a bölcsődei ellátásra. Tehát ilyen motivációk voltak, és hát Hajdú Szoboszló is a nyertes pályázók között van. Körülbelül 245 millió forint az, amiből bővül a bölcsöde épülete, pontosabban ott kicsit szembe vele oldalt. Ezt nem tudom pontosan elmagyarázni, de nyilván majd erről lesz egy, gondolom, egy kivetített ábra is. Szóval egy új részleg épül, két csoportszobával, az egyik 12, a másik azt hiszem 14 fős lesz, és tényleg nagy udvarra, tehát olyan, amilyennek lenni kell egy bölcsödének. Szerencsére nem csak Szoboszló, hanem a környező települések is éltek ezzel a lehetőséggel. Ebes szintén hasonló mértékben Hajdúszavát, Kaba, és még vannak is talán a környékről. A megyéből azt tudom mondani, hogy több mint 4 milliárd forint összegben, pontosabban 4 milliárd forint összegben nyertek is. Országosan 70-valahány milliárd lett kiosztva, és abból több mint 4 milliárd ide érkezett Hajdú-Biharba. Ez olyannan hány főnek biztosíthat esetleg munkát? Hát ezt sajnos nem tudom megítélni. Alapvetően azt tudom, hogy egy csoportba minimum 2 szakdolgozónak kell lennie, de hát nyilván kell technikai munkatárs is. Ezért ez jelentett szerintem egy olyan 6-8 főt. Itt az étkezés az eredeti konyháról fog menni, tehát itt melegítő konyha van a konstrukcióban, jók az emlékeim, de hát ebben a helyzetben azt gondolom, hogy a fontos természetesen minden munkai, de mégiscsak a családok, illetve a gyermekek maximális kielégítése, igényének a kielégítése a fontos. És például itt Hajdú-Szoboszlón is várólistákról tudok, meg szerintem önök is, azért ez most sokat jelent majd.
Igen, ez lett volna a kérdésem, hogy hány új család könnyebbülhet meg, hogy bölcsődei ellátásban részesülhet a gyerek. Összesen hány gyermekcsoport lesz akkor végül is? Hány, milyen befogadó képességgel fog rendelkezni? Azt hiszem, most olyan 120 fő körül van a bölcsődei férőhelyek száma Hajdúszoboszlón, de ezt majd kérem ellenőrizzel, aki nálam is járatosabb ebben, olyanok sokan vannak, és hát most még lesz hozzá ez a 26 fő, tehát ez már olyan 150 közelében leszünk. Ezáltal a régi bölcsőde megszűnik? Dehogy is, nem. Nem szűnik, természetesen az működik tovább, ez két új csoportszoba az, ami felépül. Milyen feltételeknek kell, hogy megfeleljen a mai korban egy új bölcsőde? Hát elég szigorúak az előírások, de ezen a területen én azt gondolom, hogy nem is szabad megalkuvónak lenni. Azok az általános elvárások, amelyek vannak a gyermekátadó, étkeztetés, pihentetést, ami szolgálja. Ami számomra különösen kedves volt ebben a projektben, hogy nagyon nagy játszóudvar és nagyon nagy zöld felület tartozik hozzá. Hát ez sem extra kívánság, de milyen jó, hogy így van. Igen, mert hát nem tudtuk, hogy azért államtitkár úr ebben igen sokat dolgozott, illetve államtitkár úrnak köszönhető, hogy tulajdonképpen a bölcsőde és támogatása. Hát nagyon frappáns lenne a válasz, azt mondanám, hogy igen, de egyébként nem. Annyiban talán egy közös gondolkodás eredménye, hogy a választókeret nagyon sok települése pályázott. Nyilván akartak maguk is. Nyilván biztattuk őket magunk is. Nem rontotta a hangulatukat az, hogy közel, sőt, teljes egészében 100%-os támogatás van. Szerencsésen alakultak a dolgok. Ilyenkor már nem azt kell keresni, hogy kinek nagyobb az érdeme, hanem tényleg minél hamarabb valósuljon meg, mert hogy ennek jövő év végére jön most, igen, hát talán egy év alatt nem lesz kész, de egy olyan másfél év alatt ennek olyan állapotból kell lenni, hogy gyerekeket tudjon fogadni. Tehát akkor mikor lesz befogadóképes? Hát akkor mondjuk azt, hogy most ugye 20 közepe van, én azt gondolom, hogy egy erős másfél év múlva. Itt még legalább 4-5 hónap sajnos adminisztrációs munkákkal fog telni, hiszen közbeszerző kiválasztás, közbeszerzés, szerződéskötés, ne legy Isten, tehát ezek járják a maguk útját, ez már tényleg a specialisták dolga. A város hogyan fogadta, hogy megépülhet akár az önkormányzat ez az új bölcsőde? Várták már, nyilván régóta szerették volna, hiszen erről már korábban egyeztettünk. Majoros Petronella volt ennek az egyik zászlóvivője, de teljes egyetértést látok, tehát úgy szakmailag, mint a településvezetők részéről azt tapasztaltam, hogy abszolút pozitív. Hát azért pályáztak nyilván. Milyen önrésszel kell itt rendelkezni? 100%-os, hogy említettem, tehát itt nyilván most nem azt mondom, hogy egy forint sem kell hozzá, mert biztos lesz, hogy még erre kell, de azért egy 100%-os intenzitású, az mindig jól cseng, azt szereti hallani minden városvezető. Köszönjük szépen, hogy beszámolt a sikerekről, illetve a munkaerőpiac változásairól. Legközelebb is szívesen látjuk ma a stúdiónkban. Köszönöm szépen.